Nem a szakma fogja eldönteni, hogy értékes vagy, vagy sem, és még az sem fogja eldönteni, hogy ismert vagy ismeretlen vagy, hanem kizárólag csak az, hogy te hogyan cselekszel. Nem is feltétlenül amit, hanem hogy hogyan, milyen szándékaid, milyen indítékaid vannak, és hogyha ezeket meg tudod találni, akkor létrehozhatsz egy olyan talajt a lábad alá, amire mindig magabiztosan tudsz állni. Ha valaki csak azt nézi, ami az aktuális médiában éppen elé kerül, és eszerint próbál egy értékrendet felállítani, és eszerint rangsorolja magát, hogy ő hova tartozik, hogy értékes vagy sem, akkor biztos, hogy nagy bajban van, és állandó önbizalom hiányban fog szenvedni. És nem csak a karrierrel kapcsolatos ez, hanem például a férfiassággal és a nőiességgel is ez így van. Olyan képeket látunk az interneten, amelyek nem léteznek. Tehát nem léteznek ilyen férfiak és nők. Oké, lehet, hogy létezik 10 000-ből egy valami hasonlóképpen néz ki, de az életben egyébként nem, és ez még csak mindig a külsőség, és ha megszólal, akkor bizony nagyon nagy baj van, akármilyen szép volt, az illúzió romboló lehet. Most az, akinek a szeme elé állandóan ilyeneket raknak, az természetesen akárhogy fog kinézni, önbizalom hiánya fog küzdeni. Látványosan vagy nem látványosan. A nem látványos az a legalattomosabb dolog, mert tulajdonképpen olyan, mintha minden jól menne neki, mások őt irigylik például, ő viszont olyan döntéseket hoz az életében, amelyek nagyon soká fogják megbosszulni magukat, nagyon soká fog kiderülni, hogy ő nem azt választotta, amit szeretne, hanem azt választotta, amit ő nem fél annyira. És ez baj. Olyanná válik az embereknek a üzleti vagy párkapcsolati élete is, amely folyamatosan kompenzál olyan dolgokat, amelyektől féltél, de hogyha kompenzálod, akkor nem fogja látni más. Mások számára élünk, és mások képeibe szeretnénk belebújni. Ez mindenképpen rossz irány, és az önbizalom elnyerésének az egyik titka az az, hogy ezeket nem veszük figyelembe, tehát saját magunk legyünk, és a saját képességeink szerint építsük föl az életet. Nagy probléma természetesen megismerni saját magunkat, és megtalálni úgy, hogy arra lehessen tényleg építkezni, sőt, az is nagy probléma, hogyha találtál valamit arra, abba hogyan bízzál, hogy hogyan építkezzél rá, nem biztos, nem lehetsz biztos soha abban, hogy pontosan az vagy, és pontosan az szeretnél lenni. Már csak azért sem, mert pont ez az ördögi kör lényege, hogy te elképzelsz egy életet magadnak, és a valóságod nem az, tehát nagyon messze áll az elképzelt élet, és nagyon messze áll az, amit tenned kell egymástól, és ezért nem fogod összehozni. Ehhez kell külső segítség, kell, aki rávezet erre. Én a képzéseimben olyan gyakorlatokat preferálok, amelyekben az emberek megtalálják saját magukat, és nem kell eldobniuk a vágyaikat, hanem a kettőt össze lehet hozni. Lehet, hogy a vágyakban kompromisszumot kell hozni, a saját magad megtalálásában viszont semmiképpen sem. Tehát az lesz a biztos alap. Az önbizalomnak az egyik nagy titka az, hogy saját magadat abszolút jól ismered, és tudod, hogy mire vagy képes. És ezen felül majd kreatívan alkothatod a jövődet, hogy mi szeretnél lenni, de soha, és semmiféleképpen ne olyan jövőt, amit látsz a médiában, bárhol a médiában, az nem te vagy. Azt nem szabad követned. Az én önbizalomnak a kialakításában egy katonai élményem segített a leginkább. Sakkozni sosem tudtam, és éppen ezért nem is annyira szerettem, viszont volt egy srác, aki nagyon jól tudott sakkozni, és mindenkit néhány lépésből megvert. Leállt, mondta, hogy én is játszak vele, mondtam, hogy esélytelen vagyok, és láttam, hogy ahogy játszik, ő mindig azt csinálta, elmondta, hogy mit fog lépni, és mindenkinek elmondta, hogy mit fog lépni, és így nyert. Sőt, azt is elmondta, hogy 5 lépés múlva mit fog lépni. És akármit csináltunk, akkor is a variációkból előbb-utóbb oda jutottunk. A családban viszont mindig arra játszottunk, hogy a másik majd hibázik, vagy nem fogja észrevenni azt, hogy én mire készülök. És így nem lehet játszani. Rájöttem arra, hogy az életet meg lehet nyerni úgy, hogy nem hazudok, hanem elmondok mindent előre, hogy mit fogok csinálni. Attól a pillanattól kezdve, a sakkjátszmától én többet nem hazudtam. Mindent úgy nyertem meg,
hogy elmondtam, hogy mit fogok csinálni, és ha rákérdeztek, hogy te ezt tudod-e, azt mondtam, hogy nem, nem tudom, csak meg fogom csinálni. És van, aki nem hitt el, de akkor is megcsináltam. És az önbizalmam abból fakad, hogy ennek már 30 éve. Persze, hogy az emberek félik megtenni azokat a lépéseket, amelyek az életükben nagyon fontosak. Éppen azért, mert rossz az elképzelés, hogy ők mire képesek, és emiatt tudják azt, hogy ha megteszik ezt a lépést, akkor az első élményük az lesz, hogy nem fog sikerülni. Nem szabad arra építeni, hogy sikerülni fog, hanem az a természetes, amikor új dolgot szeretnél elérni, hogy az nem sikerülhet, és ez nem egy pesszimista hozzáállás, hanem ez egy realista dolog. Először valamit csinálsz, és nem sikerül. Nem úgy kezdtél járni, hogy kijöttél, és már jártál, hanem szépen lassan rengeteget fejlődtél, rengeteget estél, és ebből tanulva elkezdtél úgy járni, hogy a járás jelenleg számodra egy észrevétlen eszköz a haladáshoz. Nem gondolsz arra, hogy sikerül, vagy nem sikerül. És amikor elkezdtél járni, sem gondoltál erre, hanem csak elkezdtél járni, mert megláttad, hogy másoknak sikerül, tudnak menni, és te csak megpróbáltad utánozni, mert akkor még tiszta volt a fejed, mert még gyerek voltál. Ma már nem vagy gyerek, ma már felnőtt vagy. Ma már ki kell tisztítsd a fejedet minden egyes cselekvés előtt, és azzal a naivitással kell hozzáálljál mindenhez, hogy nem baj, hogy nem sikerül, mert az fog elvezetni téged a sikerhez, hogy csinálod. És akkor boldogan játszva, tanulva fogsz fejlődni, és nem kételyekkel teli, teljesen áll optimizmussal. Sikertelenül valójában. Tehát azzal leszel sikeres, hogy látod, hogy valójában mi megy, és mi nem megy, és nem érdekel téged, hogy mások mit szólnak, hanem egyszerűen csak csinálod, és gyakorlod. Előbb-utóbb ott az eredmény.